vízilabdás barátaim, Belgrádból, szerbek, és ők egy általános iskolába jártak a Gyokóval, ilyen 3-4 évvel idősebbek nála. És mondták, hogy amikor ők kint fociztak, a pólósok, hát már akkor is nyilván sokkal nagyobb darabok voltak, mint a kis Novák, és azt mondták, hogy ha elment a labda, akkor a Nováknak szóltak, hogy Novák, mennyiért a légy szíves, hozz vissza! Sziasztok, Fucsovics Marci vagyok. Most megmutatom nektek, hogy mi az az öt tárgy, ami nélkül nem indultam volna el Tokióba. Az első dolog, ez a telefonom. Híresen nagy telefonnyomkodó vagyok, tehát ha nem is nyomkodom, mindig a zsebemben van a telefon, mindenhol viszem magammal. A párommal naponta 7-8-szor, valamikor többször is, tehát nagyon sűrűn beszélünk, sokat beszélünk, szüleimmel, inkább ilyen 2-3 naponta. Melyik applikáció az, amit a legtöbbször használsz a telefonon? Instagram. Az túlzás, hogy szeretek vele foglalkozni, szeretek böngészni, de nem vagyok egy nagy posztolós. Tehát nincs az, hogy kiposztolom, hogy most mit eszek, mit iszok, hol vagyok, mit csinálok, hanem heti egy poszt maximum. Testvérem segít benne, illetve van mögöttem egy ügynökség, aki segít különböző tartalmakat összerakni. Szövegírásban szoktak segíteni, hogyha valami olyasmi szöveget kell megírni. Amúgy meg én szoktam kirakni, én szoktam véglegesíteni. Második dolog, ez a kis rénszarvas. Ezt a páromtól kaptam, most leszünk együtt 5 éve, és szerintem még nagyon az elején kaptam tőle. Amikor legelőször elvittem versenyre, akkor azt a versenyt meg is nyertem. Ez még szerintem egy Challenger verseny volt, nagyon jól játszottam, és azóta mindig ott van a táskámban, mindig elviszem magam a versenyre. Van úgy, hogy ki se veszem, lehet, hogy rá se nézek egy hétig, de mindig ott van a táskámban. Így vagyok például a étkezéssel is, hogyha az adott versenyen mondjuk első este most mondok valamit, hamburgert ettem, akkor és másnap nyertem, akkor aznap este is hamburgert fogok enni. Volt, hogy már például a Genfi versenyt, Genfi ATP-t, amit megnyertem, egy hétig csak hamburgert ettem. És nagyon jól játszottam, megnyertem a versenyt. Ne higgyétek azt rólam, hogy ilyen gyerekes vagyok, hogy plüssállatokkal járkálok és belealszom. Nincs is másik, a kutyám nagy plüssállatos egyébként, ő már próbálta ezt kilopni a táskámból, sikerült megmentenem. Remélem, hogy most is szerencsét fog hozni. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem a következő meccs a legfontosabb, tehát én nem szoktam előre gondolkodni, hogy most legalább elődöntőbe kéne mennem, vagy érmet kéne szereznem, nyilván az a célom, az az álmom, de hogyha már egy meccset tudnék nyerni, és aztán jön a következő, annak nagyon örülnék. Harmadik dolog, ez nem egy olyan dolog, ami nélkül nem tudok utazni. Ez igazából most van nálam először. Soha nem vittem magammal a könyvet sehova, de ezt a könyvet egy pár hete kaptam nyíregyházi edzőmtől, Erős Béla bától, aki nagyon sokat segített nekem, és szerintem azért is adta, hogy olvasgassam, hát ha még egy kicsit hozzá tud tenni a teljesítményemhez, karrieremhez. Az is a cím, hogy a belső játszma, tehát ez inkább mentális dolgokról fog szólni ez a könyv. Uh-huh. És hol tartasz? Az előszónál. Most utazás alatt lett volna időm, de én olyan vagyok, hogy ahogy felülök a gépre, egyből elalszom. Tehát meg se várom a felszállást, és alszom, és amikor leszálláskor koppan a gép, körülbelül akkor szoktam felkelni. Negyedik dolog, az a iPad-em, ezen inkább filmezni szoktam. Nagyon sokat filmezek, ugye Netflix, sorozatok, Pablo Escobar, meg Peaky Blinders, ilyeneket szoktam rajta nézni, játszani szoktam rajta, Candy Crush, van egy ilyen kis joystickom, egy-két ilyen autóversenyzős játék, úgyhogy ez is nagyon jól lefoglal. Ez a könyv rovására megy, nem? Az is lehet, igen. Otthon fogom hagyni legközelebb. Van rajta egy Tenisz TV applikáció, amin az összes meccs rajta van, élőben lehet nézni az összes meccset, és vissza is lehet nézni a meccseket.
úgyhogy inkább az edzőm szokta használni, ők szokták kielemezni, de én is szeretem visszanézni a saját meccseimet. Óra nélkül sem megyek sehova, mindig van rajtam egy óra. Ez most egy olyan darab, amit most vettem egy pár hete. Nagyon sokat vártam rá, és nagyon örülök, hogy végre összejött. Ugye Wimbledonban jól sikerült a verseny, 8-ba mentem, és ez egy zöld színű óra. Talán pont azért is, mert hogy Wimbledon. Telt házas center pálya, 15 ezer néző, Wimbledon negyed döntő, karrierem eddigi legnagyobb eredménye, tehát csak pozitív, jó élményekkel gondolok vissza erre a napra. Nem játszottam egy jó meccset, tehát hogy nem hoztam ki magamból a maximumot, de talán azért is, mert egy Novák Djokovic állt a másik oldalon, aki ellen nagyon nehéz jól játszani. Novákkal szerintem nagyon jó a kapcsolatunk, ő is elismer engem, pályán kívül is szoktunk beszélgetni, öltözőbe, hülyéskedni. Van, hogy fel is hívott tavaly például, ugye akart egy teniszversenyt csinálni, és engem hívott fel, hogy mit gondolok az adott borításról. És akkor hoztam még egy dolgot, egy ráadást, megmutatom, hogy mi van a táskámban. A legfontosabb, teniszütő. Minimum 5 ütő szokott nálam lenni. Yonex ütő, ezzel a modellel játszok már 4 éve lassan. Ezt már jeleztem a Yonexnek, hogy egy kicsit hosszabb is lehetne, mivel kétkezes fonákom van és nem ér végig, de szerintem így is nagyon jó a fonákom. Gondolom, hogy nem azért van nálad 5 ütő, mert olyan vagy, mint a McEnroe, hogy töröd, zúzod, tehát nem vagy ez a ütőtörő, hanem ez egy ilyen, tehát hogy gondol, így átlagosan minden teniszező ennyi ütővel jár? Van, aki többel, van, aki 10 ütővel is elmegy egy meccsre. Azért van nálam ennyi, mert ugye szokott lenni labdacsere meccseken, 7 és 9 gémenként, és labdacserekor én mindig egy új ütőt veszek fel. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek minket!